Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban egy járó, masjáró. Masjáró is lehet, igen. Egy ilyen masjáró járgányt. Ez a Playmobil 94-89-es készlet. És hány éves kortól? 6. Akkor neked jó, már most lettél. Én meg pont ma vagyok 7 éves. 7 éves, igen. És egy Alvin Goodman figura jár hozzá, aki bár már megvan nekünk, de semmi probléma, mert Oliver azt szokta játszani, hogy ők kiker testvérek. És így néz ki a doboza. Igen. Van valami rajta, amit szeretném megmutatni, ami érdekes? Igen. Amikor bent van egy ilyen szirénázó izé. Igen, van hozzá egy ilyen elemes valami is, ami elemmel működik. Azt szerintem egy gép. Gép és szirénázik, hangokat ad ki. Igen. Például minek a hangját? A fúrónak, meg a kocsinak, meg a vészhelyzetnek, meg a beszélgetésnek. A beszélgetésnek talán nincsen. Az abban van? Az abban van, igen. Na meg is mutathatjuk akkor ezt a... Akkor meg is nézzük a... Nekem a legjobban, tudod, mi tetszik rajta? Hogy ilyen szép kereke van. Ezek a vastag gumikerekek. Nekem meg azt tetszik, hogy jól áll a fehérhez ez a szürke kerék, nem? Igen. És a látszat ellenére olyan, mintha rugós lenne a járgány, de a látszat ellenére nem rugózik, tehát rugózása az nincsen. Kik ülnek ott most bent? Arvin meg Armin. Armin, Oliver úgy nevezte el. Arvin meg Armin. Igen, őket. És mint a suliban is van Armin. Igen? Ilyen a hátulja, és itt vannak a... Itt van a rakodó rész. Ezt kinyitod? Megmutatod, hogy miket lehet rá rakni? Hoppá. A történet szerint ilyen jégkristályokat gyűjtenek a Marson. És fel lehet rakni ezt a fúrót, meg ezt a lövöl. Mutassuk is be őket, hogy lehet felrakni, jó? Az összeset? Aha. Az például egy kampó. Ezzel lehet kiszenni, gondolom, az ízét, a kincset. Igen, így be lehet tenni, és akkor viszi a... Ide be lehet rakodni a kincset. Ez itt volt? Itt. Szerintem... Vagy a köralakóban? Nem, a köralakóban a fúró volt. Ja. Hoppá, valami van benne. Veszettem. Ja, mi tettünk hozzá szerszámokat is. Az egyik kezébe kivettem az előbb, oda beraktam a csavarhúzót. Hát a harmadik is előkerül a videóban. Na, és akkor van ez a fúró. Ó, igen, ami kiderült, hogy tud így mozogni. Egy kicsit lentem, mert nem látják. Igen, igen, úgy fúr a fúró. Nagyon szuper. Olyan lenne, mintha lentre menne, nem? Igen, mint a fúrna belenne, ezt. Ó, átfúrta. Igen. Na és még a lövőt nem csináltunk, mert gondolom ezzel lehet szétlőni a kristályot. Igen, a kristályokat. Mert szerintem nem kézzel lövik szét. És ehhez van konkrétan egy... A másikban is volt lövő, ott van. Lövedék is, amit most így megmutatunk. Ezt kell benyomni? Gyere, nyom be. De fájdalmas. Egy kicsit a másik kezedet. Ezt a... Hoppá, hoppá, hoppá. Megvan? Ezt nagyon nehezen kell megnyomni. Igen, de szerintem az jó is, hogy
még véletlenül se lőj bele a szemedbe, akkor ezt lőd ki, csak úgy, hogy látszódjon egy kicsit. Ne takard el ezzel a kezeddel, jó? Áó. Gyereknek is nehezen meg. Ez egy elkálló. Igen, hát szerintem nagyon jó. Apa, akkor leveszem így inkább már. Anyák is alig sikerül. Igen. Ez nagyon nehéz. De mondom, én inkább örülök, hogy nem oldódik olyan könnyen ki. Hát akkor nem tudom magát ledönni. Igen. Most nem vagyok olyan gyagya. És ezt lehet, hogy így direkt így csinálták, és ezt pedig így vissza lehet hajtogatni. Mutathatom, hogy... Aha. Így. Hány volt? Ahogy bele, igen. És azt meg így vissza, vagy? Lehet, hogy lövedékkel lefelé. Aha. Aha, úgy. Hogy az is biztonságízi. És itt van egy ilyen... Antenna. Antenna? Uh-huh. Vagy valami hasonló? Szerintem antenna. Na, mutasd meg akkor. Ja, melyik... meg ebben van fény is. Igen, melyik figura érkezett? Ez Armin. Armin érkezett, és a... És Armin, ő már legalább 2 éve érkezett, vagy 3. És meg tudod mutatni az arcokat, hogy teljesen ugyanazok? Aha. Lentebb egy kicsit, Leci. Ahogy. Ő kikelt a sok, ugye? Aha, Armin meg Armin. És akkor itt van a 2 szék, meg az irányító, ilyen joystick-szerű, egy képernyő, de látjátok, hogy itt az üvegfal is, a szélvédő is gyakorlatilag egy képernyő. Hogy tudnak bejönni? Leteszed. Aha. Itt ki lehet nézni, ott van egy kis lyuk, és akkor itt be lehet menni, így feküdve. Igen, ez egy olyan marsérkény, amiben bele kell mászni. Ó, igen. Gyakorlatilag, és ilyen, hoppá, bocsánat, lehajtható a... De olyan szépen megy lefelé, amikor így... Majdnem szépen. Majdnem szépen, igen. Na, akkor megmutathatjuk, amire én vártam. Igen. Itt vannak a fények. Amikor indul az autó, akkor bekapcsoljuk a fényeket, ugye? Hoppá, ez nem az. Ez a fúró hangja. Ez az autó, ahogy megy. És akkor nézzétek, hogyha eltesszük a színhangon. Igen, nagyon-nagyon halk lesz. Hallani azért, de halka az autó. Olyan, mint a halkon beszélnek. Igen. Beindítani. Hoppá! Kicsit gyere közelebb, hogy... Ez a fúró már? Vagy ez nem, ez még mindig az autó, ugye? Volt egyszer egy versenyautó is. Ugye? Igen. Ez meg a... 3 hete vagy 1 hónapja is volt. Hát ezt karácsonyra kaptam. Az 1 hónapja volt kb. Lassan, igen. Armin, vigyázz! Na, akkor így működik ez az. És autó... itt kintről nem nagyon nyitható, de nem tudom. A te picit kezeddel ki tudom nyitni? Aha, felnőttként nem tudom már. Esetleg a kis ujjammal. Itt. Nagyon nehéz. Neked még pont belefér a kis kezed, igen. Még a nagy ujjam is belefér ezt. Még a nagy ujjam is. És akkor még mutassuk meg, hogy melyik a fúró. Bekapcsolod? Ó. Oh. Ez a szék. Hoppá, szétesett a szék. De és amúgy kép, ha lehajtjuk, akkor ágy is lehet. Igen. Tegnap például... Nagy viharba keveredtek. A viharba is, és leszálltak, és a gallangban aludtak, és így látjátok. Egy gallangban aludtak, igen. Mert nálunk a hóvihar lehet a Marson is, ugye? Aha.
Meg aszteroida is volt. Aszteroida is. Itt vannak ilyen eszközök még. De ez nem hozzájárt, az íze, azt én adtam csak bele. Nem, hozzájárt. Össze volt így kötve a kettő, csak Oliver övet csinált a zsinórból. És az odavaló, az meg oda, meg van valamilyen pisztoly. Ez lehet, hogy ilyen lézerpisztoly, tudod, ezzel is szét lehet lőni, mint a Playmobil applikációban. Nem azt mondtuk, hogy ez az íze, ezzel lehet kitásni a kincset. Az is lehet. Most épp, aki úgy játsza, az úgy játsza. Na, megnyomod a másodikat, aha. Ez a fúró. Nem az a fúró. És akkor így itt lehet tekerni, mint hogyha fúrna. Kiástok egy kincset. Egy égkristályt? Aha. És van még ez a... Ezt is benyomod? Mit? A sziréna. Akkor ott világít pirosan. Hogy valami baj van, attention. Ez nagyon jól áll a sötétbe. És akkor az utolsó gomb az maga a világítás része, és így lehet ide becsatlakoztatni a tetejét. És amúgy kép ez nem olyan pici kis autó. Nem. Elég nagy, ugye? Uh-huh. És természetesen... Nézd, kávé akkora, mint a dobozon. Igen. A Playmobilnak nem ez az egyetlen space, vagyis űrkészlete. Hanem még ez is itt van, meg ez is, meg még van egy ilyen rakéta is. Egy kilövő állomás, igen, aha. Meg kisebb készletek. Még egyszer megmutathatjuk az űrállomást is. Volt egyik izé, amiben volt a Ribi robot, és ki volt mellett? A Ribi robot mellett ő volt. Egyszer ő érkezett Ribi Robival, meg ő nem. Igen, ők egy ilyen 1000-1500 forintos készletben nem csak ő volt, érkezett. Hanem volt a kis szerep is hozzá. Igen, igen. Közelebb húzod az űrállomást? Itt is van, látjátok a rakéta. Ami szintén nem tud olyan könnyen kioldódni. Nem. Itt volt még valami rész, csak Oliverrel levettük, mert nagyon kényelmetlen volt a játék. Bocsánat. És akkor itt van Lesz, anya, itt van bent egy. Egy olyan hát is. A kapitányé volt, amúgy kép. Igen, ezt már bemutattuk egyszer. Vagy kétszer is talán. Szerintem egyszer. Szerintem is inkább, de hát kétszer is mutattuk. És ugye vannak ilyen leszerelhető kis paneljei, rá lehet az üveget húzni. És az apukám azt hitte, hogy ezek elemek. Igen, meg itt van a... Hoppá. A... Milyen ajtó ez? Zsilip. A zsilip, igen, igen. Nem ez a zsilip, ja, az... Ugye, az nem. De, az a zsilip, igen, hoppá. Meg az itt a... Zsilip. Igen, megmutatod ennek is még egyszer a hangját, hogy milyen minek? Hangokat tud? Megvilágítást? Hol is volt? Az összeset így... Ja, tényleg ott van. Világítni tud, mint az összes, és alul is világít. Alul is világít, igen. És van. Én beszél a NASA-val. Igen. Itt van a vízkód, ott a vízkód, ott is pirosan világít. Csak ez még beszél is. Azt mondja, hogy attention, hogy azt mondja, figyelme, figyelme, figyelmeztetés.
két vágya van. Ez egy külön hang? Aha. Hú, itt most már aztán nagy baj van. Igen. Jaj, ne! Ó, elment a vészhelyzet főnök. És van, amikor... Ez amikor megy a... az űrben. Ez a rakétának a hangja. Meg eznek is. Igen, ilyen zaj csap az űrben. Ez mi? Szerintem, amikor felszállnak, meg leszállnak. Nem gondolod? De. Elég érdekes hangja van, ugye? Aha. És elég hangos hangja van. Igen, ennek valahogy hangosabb tőle egy picit, mint a... De tőle nem lehet túl hangos, mert akkor nem adhatnák ki a játékot. Mert? Mert figyelni kell a... A gyerekek fülére is. Aha. Egy játék csak akkor jó, ha biztonságos. Ez jó hosszú felvétel. Igen, és itt a teteje is a, az űrállomásnak. Szóval ennyi lett volna ez a bemutató. A tetet akkor lekvártok és jelkozzatok fel. És köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok!